Idén is felépítették Európa legnagyobb beltéri Betlehemét a Somogy vármegyei Vörsön. Az elsőt még 1948-ban készítették a település lakói. A 60 négyzetméteres építményhez a növényeket adományokból kapja a plébánia. Idén csak tujából 5000 köteget raktak össze. A figurákat kerámiából gyártották. Érdekességük, hogy már az első Betlehem felépítésénél is ezeket használták. A kreációt csaknem 2 hónapon át, egészen január végéig láthatják az érdeklődők. A Betlehem rendkívül népszerű. Az ország minden tájáról érkeznek látogatók, összesen mintegy 20-30 ezeren keresik fel a bibliai életképet. Nincs két egyforma Betlehem, minden évben újítanak valamit, idén sziklafalat építettek. Még a pandémia ideje alatt is megépítettük, csak akkor jóval kisebbe, saját magunknak. A 90-es évektől ért el a legnagyobb méretét a mostanit, az már alapból 50-60 négyzetméter. Hát ebben az évben 10 napig építettük, 8-10-12 ember volt itt folyamatosan. Nagyon sok vita volt azon, hogy mit hova tegyünk, hiszen ilyenkor összejövünk, beszélgetünk, és mindent szépen a helyére teszünk.